Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Na, ki látta? Láttátok? Láttátok az új Call of Duty trailert? Call of Duty jön már megint. A Black Ops 4 napvilágot látott. A trailerre már fönt vannak, aki nem látta, az IGN még a kezét is rátehette, és egy jó pár gameplayt felraktak a multiplayerről, Domination Control, stb. Na most, mit lehet elmondani az új Black Ops 4-ről, ebben rövid multiplayer alatt, amit láthattunk? Azt, hogy jó, teljesen úgy néz ki, mint a 3, szóval ilyen Call of Duty Black Ops 3 2.0 változata, és az egészről úgy tűnik, hogy egy kalap befejezetlen furcsa játék lesz, mondjuk így, és teljes mértékben semmi másról nem szól, csak egy játék, amit akár egy indie stúdió, akinek csak $1000 van arra, hogy elkészítsen egy játékot, az is el tudta volna ezt készíteni, hogy őszinte legyek, és valahogy nekem van egy olyan érzésem, hogy ez az, ami így már, ha bár már a Call of Duty-nak már eléggé be van fellegezve, hogy őszinte legyek, de ez még jobban ráteszi azt a kaput. És a másik dolog ugye, ami biztosan hallottatok most arra sokan, hogy nem lesz single player ebben a Call of Duty-ban. Akkor vegyük onnan, akár honnan nézem, akár melyik oldalról nézem, a Call of Duty-ban a single player, főleg mostanra, az egyik legjobb és legkiemelkedőbb része, hogy őszinte legyek, a zombi mellett, és a zombi mellesleg, már rátérek arra is, szóval a single player az egy olyan eleme a Call of Duty-nak, és a játék világnak, ami ugye, ha már évente megjelenik, legalább valami jó van benne. És hogy is mondjam, tehát ugye a kint lévő játékok közül az egyik jobbik single player, hogy mondjuk szórakoztató, filmszerű, akciódús, tehát úgy megvan benne minden, ami egy ilyen 3 órás szórakozás, amire szükségünk van, és tökre rendben van. És az meg kihagyják belőle, amolyan indoka, hogy nem tudták volna úgy befejezni, ahogy az rendben lett volna. Hát persze, helyette mit kapunk? Egy tetves Battle Royale módot, mert arra aztán szükség van, egy tetves Battle Royale módra, még egy játék, ami Battle Royale módot csinált. Sajnálom Activision, de már késő, tehát erről a vonatról lekéstél, soha büdös életben nem fogtok csinálni annyi pénzt belőle, mint a Fortnite vagy a PUBG. Szóval félreértés ne essék, a Call of Duty Battle Royale-ban, ami amúgy már Ázsiában egy jó ideje fut, sok potencia van, nagyon sok potencia van, mert a motor, ami hajtja a Call of Duty, tökéletes lenne erre a fajta játékra, és tökéletesen meg lehetne oldani, csak akkor sosem fog biztosítani 100 főnyi helyet. Ha megtenné, megeshet, hogy a kód újra fel tudna virágozni, mivel hogy van a motornak egy igényessége, nincs annyi problémája, mint a PUBG-nak, szóval, de még mindig ott lenne a nagy versenytárs, a Fortnite, de hogyha kompetitivitása lehetne szó, akkor több mint valószínű, és hiszem az, hogy a PUBG-t azt úgy odaverni, mivel hogy a motor sokkal többre képes, ha shooterekről van szó, mint a PUBG-nak az Unreal Engine-je. Na szóval, így állunk, nincs single player, kapunk egy tetves Battle Royale módot, lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy nem lesz jó. Meglátjuk, hogy fog alakulni, de ami a multiplayer-t illeti, kaptunk új térképeket a Black Ops 3-hoz. Ennyit tudok elmondani róla. Nézegettem a fegyvereket, Time to Kill rendben van. Egy kicsit az egész amúgy is ilyen Overwatch ripoffnak tűnik. Amúgy is teljesen. Tehát a World War 2 az egy ilyen kísérlet volt, hogy lássuk, szeretik-e a Call of Duty játékosok, hogyha ripoff, egy kis Overwatch ripoffot csinálunk. És most ez egy kicsit úgy tűnik, hogy több ripoff lesz benne, szóval öngyógyítás, health bar, vagyis ilyen élet csíkod lesz, és már nem automatikusan fogsz úgy gyógyulni, nekem, legalábbis nekem úgy tűnt ez az egész. Szóval amúgy attól függetlenül a szokásos Call of Duty hangulatot, minőséget úgy látszik, hogy hozza multiplayer terén, természetesen az új mechanizmusokat meg kell szokni, szóval nem feltétlenül lesz rossz, de a csalódás, hogy nincs egy single player, hogy aztán a multiplayerben végképp nem tűnt semmi igazán újszerűnek ebbe a dologba,
Az egy kicsit úgy elkeserítő volt, de ettől függetlenül, hogy is mondjam, egy szolid játéknak tűnik multiplayer terén. Tehát a kód ezen a téren nem feltétlenül egy rossz, csak már kurvára nem kellene kiadni évente, vagyis leginkább már sosem kellene kiadni. Van egy olyan érzésem. Ettől függetlenül nézegettem a zombit, és a zombi esküszöm, hogy ha akarsz egy fasz a zombis játékot, akkor Call of Duty-t kell venned. Mert a zombi előtt le a kalappal. Akár a trailer jó, van már neki egy alapsztoria, van amiért szembeszállni a zombikkal, van egy története, hogy hogy lesznek a zombik. Szóval egész jól alakulhat a zombi játékmódnak a sorsa is, és komolyan talán, és megesett, hogy a legélvezetesebb pontja lesz a Call of Duty-nak. Na most, nem tudom, hülye kérdés most arra már feltenni, hogy kiveszi meg a Call of Duty-t, kíváncsi vagyok, ti meg fogjátok venni. Tetszett, amit úgy láttatok Black Ops 4 terén? És legyünk őszintén, amikor először jelent meg a Black Ops 1, Black Ops 2, és majd végül a Black Ops 3, ezeknek a single player téren volt egy története. És az a történet nem is volt rossz, főleg a Black Ops 1, Black Ops 2 összekapcsolódása és végül a végkifejlet, ahogy volt, egy egész szolid és jó történet volt, és egy teljesen más hangulattal csaptál bele a multiplayerbe, és úgy értetted, hogy mi miért van, és most így visszahozták ugyanazokat a karaktereket, amik a Black Ops 3-ban vannak, és akkor nesze, érezd jól magad, szinte ugyanazokkal a képességekkel visszahozták őket. Biztosan nem lesz rossz, de alapvetően rohadt unalmas lesz, az biztos. Szóval, ha egy unalmas, de fasz a multiplayer vágysz, akkor hajrá, itt van. És van egy olyan érzésem nekem, hogy a Black Ops, bocsánat, a Black Ops 4 az kicsit úgy fog járni, mint a Call of Duty Ghost. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan elhal a játékos bázis. Szóval, tudjátok, megveszik ezt a játékot a youtuberek, adnak róla egy értékelőt, hogy ez milyen szar lesz, és ebben majdnem biztos vagyok, várjál már, én is azt fogom csinálni. És onnantól kezdve, szevasz, ez a játékkal senki az égvilágon nem fog játszani, és legyünk őszinték, tehát Overwatch-on kívül, Cségon kívül nem igazán, Battlefield persze, nem igazán van kint egy olyan multiplayer játék, ami a Call of Duty a hangulatát reprezentálná. A nemrégiben bemutattam egy játékot, amúgy egy ilyen teljesen ingyen játszható játékot, ami az Iron Sight névre hallgat, és ez egész jó Call of Duty hangulattal bír, és egy ingyenes játék, érdemes kipróbálni, Iron Sight az a neve, és esküszöm, jobb, mint a Call of Duty minden tekintetben. Persze ott lesz a World War 2, stb., de ha értitek, amire gondolok, szóval egy olyan nagy játék, amivel naponta több százezren játszanak, és nincs gondod matchmakingen, laggal, stb., nem igazán van kint manapság, és persze nem mindenki szereti az Overwatch-ot, nem mindenki szereti a Battlefield-et, vagy a Cségót, és egy lazulós játékot nagyon nehéz találni manapság, ami mondjuk úgy a Call of Duty hangulatát reprezentálná, leszámítva ezt az Iron Sight-ot, de ugye azt viszonylag kevesen ismerik. Ott van még a Warface, de az eléggé elhalt ebből a szempontból, és nagyon sok a csaló. Úgyhogy srácok, hogy is mondjam, hiányozni fog valami a piacról, hogy így fogalmazzunk. Én magam már, hogyha Call of Duty-ra vágyok, akkor felcsapom a remastered Call of Duty 4-et, és botok ellen játszom, mert játékos már nincsen vele, de viszont szeretem annak a játéknak a hangulatát úgy, ahogy van. Szóval, na igen, itt állunk, gyerekek. Hogy látják? Már jót rendeltem, de várjátok ki, mert amire kijön a játék, akkor lesz még egy jó nagy rend belőle. De igyekszem majd kielemezni úgy a játékot, ahogy illik, jó, negatív oldalról, de a masszív csalódás, hogy nincs egy single playere, egy Battle Royale módot kapunk, mert az tényleg hiányzik a világból, hogy még egy játék Battle Royale módot kapjon. A zombik úgy néz ki, hogy jónak ígérkeznek, a multiplayer silánysága, egyhangúsága és unalmassága már most
kiütközött azokból a gameplayekből, amit az IGN-nél láttam legalábbis. De tudjátok, az IGN az mindig úgy van vele, hogy na, menjünk játszunk vele, és oda küldenek valakit, akinek fingja nincs a kodról, és hogy kell azt játszani. Hogy őszinte legyek, tehát a sima egyszerű botok lelövik azt az embert. Lehet, hogy azért tűnt annyira unalmasnak, de szerintem alapvetően egy ilyen nagyon egyhangú, és nagyon-nagyon-nagyon láttuk már ezt a receptet a Black Ops 3-ba lejátszódni, hogy pontosan ugyanaz a gameplay. Szóval ha hiányzik a Black Ops 3, és úgy gondolod, hogy már ott nincs játékos bázis, akkor viszik a Black Ops 4-be megkaphatod legalább egy-két hónapig, lesz biztos ilyen 5-6 ezer játékos, aki játszani fog azzal a játékkal. Na jó van, srácok, most már elég volt a rendből. Köszönöm a figyelmet, következő videóig. Sziasztok!